Most egy alkalmi verset fogunk meghallgatni, kellemes rendőrök. Aggeus 2:9. Nagyobb lészen a második háznak dicsősége az elsőnél. Azt mondja a seregeknek ura, és e helyen adok békességet, azt mondja a seregeknek ura. A második ház dicsősége. Ki a közületek? Ki látta azt a házat? Annak lelke ma is boldogságtól árad. Az első ház egyszerű szépséggel építői hitét hirdette hűséggel. Az első háznak nagy volt dicsősége, dicsővé tette az Isten jelenléte. De mivel a földön egyszer mindennek vége, e második ház lépett az első helyére. Velünk az Úr szövetségre lépett. Most nekünk szól a dicső ígére. Megváltott bennünket a bűn rabságából, lelke bennünk maradt, szeretete lángolt. Jöjjetek hozzám, ti a seregeknek ura, mert én töltöm meg e házat dicsőséggel. E drága ígéret lelkünk felbuzdítja, és betelik szívünk hittel, reménységgel. Urunk azt ígéri, e második háznak dicsősége nagyobb lesz, mint az elsőnek. E helyen ad felüdülést, nyugalmat, békét, minden megfáradt, megtörcít. Jöjjünk szín elő, ő menjen be elő, ti kapuk, nyíljatok, emelkedjetek föl, ti örökkévaló ajtók, táruljatok. A dicsőség királya menjen be rajtatok. A dicsőség királya a kapukon menjen be. Töltse be e házat az ő szent jelenléte. Mi hódolva boruljunk színe elébe, áldjuk atyánkat szívből dicsőítve. Nyílj meg hát, te kapu, az Úr dicsőségére. Hadd üljünk ünnepet az ő szentségében. Nagy örömmel zengjük annak, ki megváltott. Az ő neve legyen mindörökké áldott. Amen. Amen.